Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és mielőtt ilyen nagyon kényelmesen elhelyezkednétek, amikor pozitív pszichológia órákat tartok a gyerekeknek, ők sem ússzák meg, és imádják, egy pár gyakorlatot fogunk csinálni, mert én olyan meditatív állapotba kerültem itt az Enrico után, hogy még mindig egy kicsit így lehet, hogy nagyon lassan adnám át az üzenetet, úgyhogy arra kérnék mindenkit, hogy álljon fel. És akkor fogom mutatni, hogy mit fogunk csinálni, és közben mondani is kell, hogy égig érő fa vagyok, megnövök, mint a nagyok. Égig érő fa vagyok, megnövök, mint a nagyok. Oké? Okay. És akkor most lemegyünk egy kicsit így ingába, ahhoz nem kell mondani semmit, ingázni fogok. Kicsit a vérkeringést is beindítjuk, ha már a szívről lesz szó, ugye a szív azért pumpálja jól a vér, de most még jobban fogja, úgyhogy majd ilyen gyerekek ilyen tipitapinak hívják, azt fogjuk csinálni. Bocsánat, végig a testünkön. Jaj, de nagyon ügyesek vagytok, mint a gyerekek. És akkor most a fülünket fogjuk, nektek két kezetek van, mindkét kezetekkel, mindkét fületeket kicsit így jól masszírozzátok, húzigáljátok meg, jó? Ez nem tudom mire jó, ezt apukám tanította, azt mondta, utána baromi jól fogtok tudni fókuszálni. Oké, okay, és akkor most jöjjön a gyerekek kedvence. Itt már kiabálni is kell. Az lesz, hogy... ezt megmutatom inkább. De még ne csináljátok. Bang! Föld! Jó? Tehát azt kell kiabálni, hogy bang, és amikor megérinted a földet, akkor azt kiáltod, hogy föld. Ezt angolból fogom, bocsi, de ezt megcsináljuk ötször, és nagyon kiabáljatok, jó? Most lehet! És legutoljára veszünk három mély lélegzetet, úgy csináljátok, hogy az orrom be szálljon ki. Oké? Okay? Együtt kezdhetjük. Köszönöm szépen. Ezt azért csináltuk, mert kis oxigén került így az agyunkba, beindítottuk a vérkeringést, és igazság szerint jobban tudtok majd figyelni, mert hoztam pár ilyen kis tudományos dolgot is, amit én hihetetlen érdekesnek találok, és szerintem ti is annak fogjátok találni, úgyhogy el is kezdeném. Azzal fogjuk kezdeni, hogy szeretném, ha mindenki gondolna most egy vágyára, ez ilyen nagyon szép magyar szó, az én leghőbb vágyam. Tehát gondoljatok most egy vágyatokra, és rögtön utána azt is gondoljátok végig, hogy miért vágytok rá, jó? Tehát legyen egy vágy most a fejetekben, és hogy miért vágytok rá. A következő kérdésem pedig azt lenne, hogy kicsit gondoljátok át, hogy eddig vajon miért nem sikerült megvalósítanom ezt a vágyamat. Tehát akkor ez egy olyan vágy, amire nagyon-nagyon vágysz, de még eddig nem sikerült megvalósítani. Ez legyen végig bennetek, mert majd fogunk gyakorlatot is végezni ezzel kapcsolatban. Az lenne a következő, hogy elmém vagy szívem vágyik rá. Ugye az elmének céljai vannak, a szívnek pedig vágyai. És majd tényleg meg fogjátok tapasztalni azt, hogy hogyan lehet a szívtől kérdezni. Hogyan tudjuk, hogy ezt most az elmém akarja, vagy a szívem szeretné. És utána pedig megtanuljuk, hogy hogyan tud a szívünk segíteni jólétünk megteremtésébe. Ez tényleg abszolút pozitív pszichológia, tehát az egész pozitív pszichológia ugye a jólét megteremtése körül van felépítve.
Tehát azt állítja, hogy ha jól érzed magad, ha jól létet teremtesz az életed különböző területein, akkor onnan ugye egy kiteljesedett életet élhetsz. És itt ez azért fontos, mert ha csak az elménk céljait követjük, akkor nem biztos, hogy ez a kiteljesedés meg fog valósulni, de ugye hát olyan nehéz különbséget tenni az elme célja és a szív vágyai között. Oké. Egyelőre, de majd megtanuljátok. Amilyen pár felfedezést szeretnék veletek megosztani a szívvel kapcsolatban, mivel ez a fő témánk, hogy a szív. Képzeljétek el, hogy 1991-ben Andrew Armore, ami nagyon vicces, mert ha van karma, akkor ez az, mert Armore franciául, nem tudok franciául, de Armore azt jelenti love, tehát szeretet. És ő fedezte fel, képzeljétek el, 40 ezer speciális idegsejtet talált a szívben, amik képesek önmagukban is kommunikálni és hálózatot alkotni. Ez szerintem egy óriási felfedezés, és nagyon sokáig nem is beszéltek róla. Tehát egyszerűen nem titkolták el, csak úgy a tudományos közeghez nem jutott el ez az információ. Viszont most már azért vannak ilyen zászlóvívők, mint például, nem tudom, hallottatok-e Greg Bradenről, ő egy fantasztikus spirituális kutató. 10 évvel ezelőtt még azt mondták, fú, mi össze-vissza beszél ez a manus, de most meg már kutatásokkal alátámasztják mindent, amit ő valaha állított, és most meg már az ENSZ-nél ad tanácsokat. És ő is ennek a szív felfedezésének az zászlóvivője. Képzeljétek el, hogy ezek az idegsejtek a szívben tudnak gondolkodni, emlékezni, érezni az agytól teljesen függetlenül. Csak kicsit gondoljatok ebbe bele, hogy ez milyen fantasztikus dolog, hogy ez hogy lehet. És ráadásul képesek az agyba küldeni mindenféle jeleket, információkat, amik utána meg befolyásolják, hogy az agy milyen utasításokat ad le a testbe. Mert ugye az agyunk adja le az utasításokat például a gyógyulásra. Viszont a szív az beleszól, súg neki egy csatornán keresztül, és most már tudjuk, hogy ez az ideghálózat csatorna. Tehát ők egy ideghálózatba csatlakoznak bele, az agy és a szív is. Hosszú és rövid távú emlékezésre is képesek ezek az idegsejtek a szívben. És képzeljétek el, hogy az a legfantasztikusabb, hogy az orvosok nyilván ebben nem nagyon hittek, amíg nem elkezdtek olyan kutatások napvilágot látni, hogy a szívátültetéses betegek mondták, hogy hát igen, jól sikerült az operáció, de viszont hirtelen olyan dolgokat kívánok enni, amit még soha életemben nem is ettem. Például volt egy eset Amerikában, látjátok, ha felismeritek itt a KFC, Magyarországon is nagy ilyen, milyen ételek ezek, gyors étel, hálózat, igen, fast food, igen. És képzeljétek el, volt egy lány így Amerikában, és fölébredt ebből a műtétből, és mondta az orvosnak, hogy nagyon éhes, rettenetesen éhes, és mondta az orvos, hát hozok neked egy kis kórházi ételt, és mondta a lány, hogy nem, én KFC-re vágyom. És az orvos ezt nem tudta hova tenni, viszont a lány elkezdett így nyomozni, és kiderült, hogy ő a szívét egy motorostól kapta, egy motoros balesetet szenvedett, és ez egy kisváros volt, úgyhogy visszanézegette így az újságban, hogy kihalt meg az elmúlt hónapban, és megtalálta a motorosnak a családját. És kikérdezte, hogy mondják már, milyen szokásai voltak ennek a motorosnak, és kiderült, hogy a kedvenc étele volt ez a KFC. Tehát amikor tehette, oda járt. És nem csak ez a történet van, még nagyon sok ilyen történet van, képzeljétek el, és onnantól is elkezdték összekötögetni, tehát hogy összefüggést találtak, hogy húha, akkor lehet, hogy itt a szív emlékezett erre. Menjünk tovább. Na, itt például látjátok, hogy ezek az agyi idegsejtek így néznek ki, így pedig már képesek, képzeljétek el, már képesek lefényképezni, hogy a szívnek az idegsejtjei pedig így néznek ki. Teljesen, tehát szerintem teljesen hasonlóak. Na, akkor beszéljünk egy kicsit a szív elektromágneses mezőjéről. Mert van neki,
Jó nagy. És egyébként inkább a szlájdot nyomom, mert túl előre haladok. Képzeljétek el, hogy a szív 100 000-szer erősebb elektromos és 5 000-szer erősebb mágneses energiát bocsájt ki az agyhoz képest. Ezt nem tudom, tudjátok-e, hogy a Földnek is van mágneses mezeje, és a Napnak is. És Greg Braden műsorában láttam, hogyha tényleg érdekel benneteket ez a fajta kutatás, én nagyon-nagyon javaslom nektek, hogy nézzetek utána, de hogy állítólag, amikor napkitörések vannak, tehát a napfelszínén megfigyelték visszamenőleg is a napkitöréseket, akkor az emberek feszültebbé váltak, és akkor voltak ezek a nagy világháborúk, akkor volt ugye a nagy World Trade Center, amikor a repülőgépek belerepültek, ez mind akkor történt, amikor a napkitörések a leginkább, tehát így beindultak, és folyamatosan törtek ki, és az ugye leadott egy ilyen elektromágneses hullámot a Földnek, a Föld továbbította, ugye a szív meg fölvette. Tehát a testet képes fölvenni ezeket az energiákat, és ezt én mondjuk megdöbbentőnek találtam, és most azt is mondta Greg Braden, hogy 2020-ra megint megnövekednek a napkitörések, és azért is mondja el ezeket, hogy mindenkinek felhívja a figyelmét arra, hogyha ingerültebbnek érzi magát, kicsit ilyen arrogánsabbnak, agresszíveknek, figyelj rá tudatosan. Tehát nagyon fontos, hogy tudatosan elkezd magadat vizsgálni, hogy huha, ez lehet, hogy amiatt van, mert hogy már megnövekedtek ezek a napkitörések, és ez a hatással van rám. Tehát egy kicsit így az éberséget, tudatosságot segíti, ha tudunk ilyen dolgokról is. És ez abszolút tényleg ilyen kutatásokkal alá van támasztva. Azt is érdemes tudni, hogy több méterre nyúlik az elektromágneses tere a szívnek. Tehát akik itt ültök itt az első két sorba, tuti benne vagytok az én elektromágneses szívteremben, és én is a tiétekbe. És ez egyébként nagyon jó érzés, úgyhogy biztos nagyon figyeltek, mert ilyen jó energiákat kapok tőletek. Köszönöm szépen. Képzeljétek el, hogy 3 másodpercen belül érzitek, tehát intuitívan érzitek, hogyha valaki ellenséges vagy barátságos szándékkal közelít hozzátok. Tehát szerintem ez nagyon fontos, mert képzeljétek el, hogy az őskorban ez alapján ítélték meg. Tehát ha valaki, ott ültél a kis barlangodba, és bejött valaki. És ha nem lett volna meg ez a képességed, akkor nem élted volna túl. Tehát, hogy aki belép ugye a barlangba, tehát akkor még először nem tudod, hogy most ez engem meg akar ölni, és el akarja venni a barlangomat, vagy pedig csak jött egy kis tűzifáért, érted? Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos, intuitív eleme volt a mindennapi életnek az őskorban, és az őseink is használták. És nekünk is nagyon fontos lenne, hogy emlékezzünk erre, és használjuk. Na, ez nagyon izgi, ez a kedvenc részem. Képzeljétek el, hogy a nő 3 percen belül érzi, hogy az energia mezejében álló férfi kompatibilis élettársa lehet-e. Ez a férfiaknak is nagyon vicces, ugye? De tényleg, tehát a nő érzi. Az lenne a kérdésem a nőktől, most minden nő tegye fel a kezét, aki már érezte ezt, de adott még egy esélyt, még egy esélyt, még egy esélyt. Na, ki volt így? Én biztos. Elég sokan szerintem, csak nem meritek bevallani. Minden esetre képzeljétek el, hogy olyan is van, illetve biztos ti is tapasztaltatok olyat. Nekem volt egy nagyon jó, volt egy ilyen sztorim, hogy az egyik legjobb barátnőm tehát házasodott volna, tehát ilyen 2-3 hónappal az esküvő előtt fölhívott, hogy én nem tudok hozzá menni. Én nem tudok hozzá. De úgy, hogy már meg volt szervezve az esküvő minden. Mondom, figyelj, mondom, ez még mindig jobb, mintha ott az oltár előtt jössz rá. Tehát 3 hónap alatt, de már mindenki volt fizetve, úgy képzeltek el, legyen a szívét, tényleg. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretnék mindenkit megkérni, hogy figyelje ezeket az érzéseket, nem véletlenül jönnek, és fókuszáljatok kicsit ide a szívtérbe, hogy megerősítsétek ezt, tehát hogy így nem kell, hogy az elme rákontrázzon nektek, hogy de jó lesz az, olyan, tehát már mindenki férjhez ment, nekem jó lesz ez a pasi. Ha úgy érzed, hogy nem jó neked ez a pasi, akkor nem jó neked ez a pasi. És ugyanaz a férfiaknál is, igaz, nem tudom, hogy nekik hány perc, az én anyukám egyébként azt mondta, hogy 3 másodpercen belül megmondja. De figyeljetek, jó, hogy milyen érzések jönnek fel bennetek.
Na, nézzünk egy kis további tényeket. Na, a másik, amiről már kicsit érintettük, hogy a szív elektromágneses mezője változik az érzelmeitől függően. Ezt már biztos érzékeltétek, főleg, hogyha álltok a metrón, vagy bementek egy ilyen tömegbe. Én például, ha bemegyek a Aréna Plázába, én olyan ideges leszek, ott nagyon sok ideges energiájú ember van, főleg karácsony előtt én nagyon-nagyon messze elkerülöm, mert az emberek tele vannak ilyen félelem energiájával, olyan, mint hogyha valamiről lemaradnának, hogyha nem veszi meg azt a 85 ajándékot a családjának. És ez tényleg biztos vagyok benne, hogy ti is éreztétek már, megérzitek a másik érzéseit. Főleg egyébként, hogyha közeli, tehát ugye a családon belül, mert akkor már rá is vagytok ugye hangolódra, ugye a társatokra, a gyereketekre, tehát abszolút egyből megérzitek. Ezekre érdemes figyelni, egy kis spiritualitást viszel a mindennapi életedbe. Na, az még érdekes, hogy a szív sokkal több információt küld az agyba, mint az agy a szívbe. Most szerintem ez azért is van, mert ott van egy egónk, aki azt mondja, hogy én vagyok a király, nekem nem kell megmondjad, hogy mi van. Én is tudom, hogy mi a dolgom, de viszont a szív meg folyamatosan próbál kommunikálni. Amikor mutattam nektek ezeket az idegsejtes fotókat, na, ők folyamatosan akarnak bandázni, kapcsolódni, tehát hogy volt is egy ilyen felvétel, hogy fel volt gyorsítva, hogy milyen gyorsan tudnak kapcsolódni ezek a kis idegsejtek, és folyamatosan kommunikálni szeretnének az aggyal. És akkor arról érdemes még beszélni, hogy mi a koherens szívritmus. Tehát egy koherens szívritmus, ha te most nyugalmi állapotban vagy, akkor az segíti az agyat, viszont... Ja igen, bocsánat, tehát hogyha koherens szívritmusod van, majd mindjárt mutatok erről egy képet, akkor képzeljétek el, hogy nagyon kreatívan és újszerűen tudsz elkezdeni gondolkodni. Tehát a szív nagyon szépen tudja támogatni az agyat, hogyha ő egy ilyen nyugalmi, koherens állapotban van. Na, az még fontos, látjátok, hogy ez itt az egész idegrend, ideghálózat, és a szív és az agy közös ideghálózatot használ. Tehát abszolút stimmel ez az egész, amire rájöttek, ez a Dr. Armour, Dr. Love ugye felfedezése, ez most már nagyon-nagyon sok területen alá lett támasztva. Na akkor most nézzünk egy olyan ábrát, hogy néz ki a szívritmusunk. Tehát amikor frusztrált vagy, akkor ilyen a szívritmusod. És azért azt még tudni kell erről, hogy tehát eleve ez egy kaotikus szívritmus, és ez azért van, mert adrenalint, kortizolt termel folyamatosan, tehát ilyen kémiai anyagot a tested. És tudjátok, van ez a üs vagy fuss. Ez is ugye még a régi sejt szinten emlékszünk rá. Ugye? Amikor ugye stressz helyzet van, valaki megtámad téged, vagy jön a mamut. Na most akkor vagy lekaszálod a mamutot, annak nem sok esélye van, vagy futsz az életedért, ugye? Tehát folyamatosan ez a túlélésért, és egyébként gyerekkorból is nagyon sok ilyet hozunk, és a Viki reggel pont beszélt erről, hogy mennyire fontos felülírni ezeket a programokat, hogy ne éljünk már ilyen frusztrált állapotban. Tehát olyan sokszor kapcsolnak be ezek a gyerekkori programot, ez a 0-tól 7 éves korig. Tehát ezekkel érdemes dolgozni. Ha így érzed magad, akkor érdemes megvizsgálni, hogy megkérdezni, hogy miért érzem így magam. Jó? Honnan jön ez az érzés? Kezd el magadat kérdezgetni. Na, a másik oldalon ez egy koherens, ugye összefüggő szívritmus, és azt látjátok, hogy például amikor így valamit nagyon értékelsz, valamiért hálás vagy, jó, akkor van ez a szép, koherens szívritmusod. Azt is érdemes tudni, tehát hogyha te jól érzed magad a bőrödben, és minden szép a világ, tehát olyan gyakorlatokat lehet kicsit meditáltál, kicsit megnyugodtál, akkor biztos lehetsz benne, hogy ilyen koherens szív hullámaid vannak, szívritmusod van. Oké. Na, amiért jöttetek, tehát a szív és az... Én elmének hívtam, mert szerintem az elmének nagy szerepe van, tehát az elmét én annak hívom, pozitív pszichológiában úgy értelmezem, hogy itt ebbe a prefrontális kéregben
történik minden, tehát ahol gondolkodsz, ahol emlékezel, ezek az idegsejtek, ugye, amiket mutattam, az agyidegsejtek is, azok mind itt vannak, innen nyomják neked az infót, ez dumál itt elől, ez a prefrontális kéreg. Tehát, harmonizálás közben viszont, látjátok, ilyen harmonizálás történik, egy beszélgetést, egy optimális beszélgetést kezdeményezünk a szívünk és az agyunk között. Na, hogy is van ez? Mi történik, amikor harmóniába tudjuk hozni a szívünket és az agyunkat? Képzeljétek el, hogy 1300 pozitív biokémiai reakciót indítunk be vele, azzal, hogy harmonizáljuk. Akkor vannak ezek az öregedés gátló hormonok, na, ezek is beindulnak. Immunerősítés bekapcsol. A tudatalatti aktiválódik, tehát direkt tudsz kommunikálni a tudatalattiddal. Szuper tanulás lehetővé válik. Hogy mi ez? Azt ne kérdezzétek, ezt is Greg Braden mondta. Tehát jobban tudsz figyelni, és sokkal több információt tudsz abszorválni. Információfeldolgozás felgyorsul, ugye ez is a szupertanuláshoz is köthető. És ami még nagyon fontos, hogy ez a mély intuíció bekapcsol. Ezt azért fontos tudni, hogy egy olyan biztos lehetsz abban, hogy az üzenet, amit kapsz, az tényleg egy ilyen mély, intuitív, egy tudatalattiból származó üzenet lesz. Ezt mindjárt megtanuljuk, és akkor minden értelmet fog nyerni. Most fogok nektek tanítani egy olyan gyakorlatot, amit, hogyha 3 percig, csak napi 3 percet szántok rá, utána 6 óráig fogod fenntartani ezeket a jótékony hatásokat. És van egy olyan intézet Amerikában, Kaliforniában, hol máshol, ugye? Minden Kaliforniában indul. Ez a Heart Math Institute, ez a szív matematika. És ők, képzeljétek el, hogy az összes kutatómunkájuk arra irányul, hogy folyamatosan monitorálják a szívet, az agyat, és hogy lehet harmonizálni, és ők mindenféle műszereik vannak, de azt mondták, hogy mivel ők szeretnének mindenkinek segíteni, egy olyan egyszerű technikát dolgoztak ki, ami tényleg bármikor a buszon ülve képes vagy gyakorolni, és ilyen fantasztikus, jótékony hatásokat érsz el vele. Na, igen, még mielőtt elkezdjük, azt azért tudni kell, hogy most vagyunk ilyen béta hullámon, jó? És amit most fogunk generálni, az egy 0,1 Hz. Képzeljétek el, hogy a bálnák kommunikálnak 0,1 Hz-en. Jó? Ez is nagyon izgalmas szerintem. Tehát amit most fogunk, ez a gamma, most bétába vagyunk, most nagyon figyeltek, mindenki éberen figyel, főleg, hogy egy kicsit megmozgattuk ugye magunkat. Az alfa, csak azért, mert én az álmok világával is foglalkozom, meg így az álom, vagyis hát az alvás ciklussal, az alfa, tudjátok, amikor meditáltok, kicsit már kezdtek így vizualizálni, kicsit inkább hallucinálni, nem vizualizálni. Aztán a téta, amikor már így kezdesz így teljesen mély álomba szenderülni, és a delta hullám az, amikor az alvás cikluson belül arról beszélünk, amikor a tested méregtelenít, jó? Egy ilyen nagyon-nagyon mély állapotot képzeljétek el. Ha abból felébresztenek benneteket, az valószínűleg nem lesz jótékony hatással, tehát mert a máj akkor méregtelenít, akkor gyógyulnak a sebeid, tehát minden akkor cserélődik. Az nagyon fontos, hogy a testnek minden éjszaka másfél óra legyen ebből a delta hullámból. Jó, ez azért gondoltam fontos még így megemlíteni. Akkor ide le fogok ülni veletek szembe. Oké. És akkor szeretném, ha azzal kezdenénk, hogy fizikálisan találd meg így a szívközpontodat, jó? Tehát, hogy érintsd meg a szívedet. Arra adok egy picike időt, hogy próbáld meg kicsit elcsendesedni, és tehát a szívverésedet megtalálni. Tehát, hogy a szívedre fókuszálj most. Bólogassatok, ha megvan. Szuper, a hátsó sorba is. Látlak. Szuper, oké. Na, maradjon meg ez a fókusz. És utána pedig most szeretném, ha lelassítanátok a légzéseteket, olyan 5 másodperc per légzés, ki és be, 5 másodperc,
akkor vagyunk így, amikor úgy érezzük, hogy biztonságban vagyunk, úgyhogy most higgyétek el, nagyon nagy biztonságban vagytok, és próbáljátok meg a szív központon keresztül lélegezni, jó? És ezt mind észben tartva, most szeretném, ha gondolnátok valamire, amiért nagyon hálásak vagytok, amit nagyra értékeltek, vagy gondosan szerettek, vagy valami, amivel igen együtt érzel. És találj meg egy ilyen fantasztikus dolgot, amit nagyon szeretsz, közben folyamatosan fókuszálj a szíved le, és ezzel a lassú légzéssel, 5 másodpercbe gondolj erre a dologra. Jó? Erre adok most 1 percet. Nagyon ügyesek vagytok. Ezt 3 percig kellene minden nap, hát nem kell, nyilván választható ez a te döntésed, de ez egy olyan fantasztikus módszer, és annyira egyszerű, hogy tényleg akárhova utaz, nyilván vezetés közben ne alkalmazzátok, de egyébként otthon reggel, ahogy fölébredtek, még kicsit így annyira frissek vagytok, akkor érdemes, és utána 6 órán keresztül ezeket a pozitív változásokat tapasztalhatjátok majd magatokon, amiket ide fölírogattam nektek, jó? Tehát azért 3 perc megéri, jó? Jó. És akkor még egyszer, ami nagyon fontos, tehát fizikálisan érintsd meg a szívedet, lassítsd le a légzésedet, úgyhogy olyan 5 másodpercbe, 5 másodperc ki, lélegezz a szív középpontján keresztül, és gondolj valamire, amiért nagyon hálás vagy, vagy nagyon szeretsz, gondolhatsz a gyermekeidre, amiért nagyon hálás vagy, jó? Ez szerintem, ez volt a legfontosabb rész az előadásom, még megyünk, még sok minden van, de ezt szeretném, ha megjegyeznétek. Na, most van. A következő, tehát, amikor arra gondolsz, hogy ez most vajon a szívem vagy az elmém vágya, akkor ezzel a tanult gyakorlattól tudjátok majd tesztelni. Azt érdemes tudni, hogy az ego, hogyha elmédből jön, az elméd bele fog menni ilyen hosszú történetekbe, jó? Hogy hát igen, azért vágyom rá, mert Ferikének a szomszédban van egy ugyanolyan, na azt tuti, hogy az elméd célja vagy vágya lesz. Viszont ha a szívedből jön, akkor kapsz majd egy igent vagy egy nemet. Onnan fogod tudni, hogy valóban vágysz rá szívből erre a dologra. Na, a következő pedig, eddig miért nem sikerült, ugye emlékeztek, volt ez a kérdés. A szíved ugyan adja a választ, de te készen állsz a vágyad befogadására? És hoztam nektek pár ötletet arra, hogy hogyan tudod az energia edényeidet feltöltögetni, hiszen ahhoz, hogy egy jó létet tudjunk teremteni, és mindig jól érezzük magunkat, és tényleg olyan vágyakat tudjunk megvalósítani, amire tényleg igazából vágyunk, azért kell ahhoz egy olyan állapot, hogy az igazán az a kirobbanóan jól vagyok, oké? Igen, vajon mennyire vannak tele? Lebontogattam így nektek, tehát, hogy nézzétek végig ezeket a képeket, hogy milyen spirituális tevékenységeket végeztek, mert akik itt ültök, tuti, hogy nyitottak vagytok spiritualitásra, tudatosak vagytok, és ennek nagyon örülök. Nézzétek meg, hogy például most itt vagytok egy előadáson. Ez is egy spirituális fejlődés. Tehát, hogy milyen olyan tevékenységek vannak az életetekben, ami ezt a kis spirituális edényeteket töltögeti fel. Oké? Energiával. A következő pedig a fizikális. Mozogsz-e rendszeresen? Nagyon fontos a sejtjeid,
annyira keményen dolgoznak azért, hogy a te kis csodatestedet fenntartsák. Úgyhogy légy szíves, valamilyen, bármilyen mozgásformát válasz, ha még nem választottál volna. Én imádom a spinninget, szerintem én függő vagyok, szerintem 5-6-szor simán el tudok menni egy reggel, pont most beszéltük a lányokkal itt az első sorban. A másik meg nyilván a táplálkozás. Azért ez a nap az egészségről is szól, és sok-sok jó dolgot hallottatok. Amikor Greg Bradent kérdezték ezzel kapcsolatban, azt mondta, hogy ő nem szigorú magával, tehát hogy amikor neki van választása, ő mindig az egészségesebb ételt fogja választani. De mondjuk, amikor utazik valahova, és csak egy vajas croissant van, és éhen pusztul, akkor nyilván a vajas croissant meg fogja enni, és ezért nem fogja magát elkárhoztatni. Viszont amikor van választásod, akkor válaszd az egészségeset a testedért. Mert a tested olyan keményen dolgozik, hogy fenntartson téged, hogy ezt a sok-sok mindent, amit csináltok nap mint nap, a kis sejtjeiteket támogassátok ezzel. És ami még nagyon fontos itt, az a rekreáció. Mindig szánjál időt arra, hogy feltöltődj. Ezt azért raktam be, mert itt a kis barátnőm az első sorban, mi rendszeresen járunk, nekünk ez a feltöltődés, jó? De akár egy könyvolvasása is lehet, ami téged feltölt. Töltsél ezzel időt, feltöltődéssel. Életcél. Na, ez is egy jó nagy vödör. Ez az elhívás, a siker. Tehát minden olyan dolog, ami éltett téged, amiért érdemes élned, az életed értelme. Jó? Úgyhogy, ha még ezt nem találtad meg, akkor érdemes tényleg egy coachot találnod magadnak, aki tud ebbe segíteni. Mert nagyon-nagyon fontos, hogy megtaláljuk az életünk elhívását, az életünk célját, jó? És ha most egy olyan munkahelyen vagy, ahol nem érzed jól magad, akkor csináld meg ezt a szívgyakorlatot, és kérdezgesd végig, hogy vajon mi lenne az, ami a számomra a legjobb, oké? Az érzelmi, ez az utolsó, illetve hát 4 energia kis vödrünk van, vagy edényünk, és ezt abszolút a pozitív pszichológiához tudom kapcsolni. Na, az önmagunk szeretete. Itt ezt a kislányt nézzétek, hogy nézzetek mélyen magatokba, hogy mennyire szeretitek magatokat. Én úgy érzem, hogy ez mindennek a kulcsa, önmagunk szeretete. Szeretettel gondoljatok magatokra. És egyébként onnan is tudtok teremteni, ha nem szereted magad, akkor nagyon nehéz a többi embernek szeretni téged, hiszen folyamatosan az van az energia mezőtben, hogy én nem vagyok szerethető, mert én saját magamat sem vagyok képes szeretni. Ezt azért raktam ide, mert fontos az, hogy merj segítséget kérni. Jó? Tehát, hogy úgy érzed, hogy elvesztetted az önbizalmadat, bármilyen olyan problémád van, amin egy sima, egy életvezetési tanácsadó segíthet, akkor menj el, nem ciki segítséget kérni. Egyébként ezt Csernus Imre is mondta, pár hete voltam Gödöllőn egy előadáson, és azt mondta, hogy higgyétek el, kell segítséget kérni, ez olyan jó érzés utána. Akkor milyen emberi kapcsolataid vannak, milyen pozitív emberi kapcsolataid vannak, ugye? Ezt is meg kell vizsgálni. Jó, tehát olyan emberek vesznek körül, olyan barátok, olyan emberek, akik szeretettel gondolnak rád, akik támogatnak téged, vagy inkább visszahúznak. Én olyan sok barátot elengedtem, akiket barátoknak hívtam, pont emiatt. Nem támogatták a fejlődésemet. Ciki, nem? Én elengedtem őket szeretettel. Akkor ki a törzsed? Angol azt mondja, hogy what's your tribe? Tehát, ha eljársz egy ilyen kis szeretettel teli kis közösségbe, ahol imádkoznak érted, például itt ez pont erről szól, az érzelmileg nagyon-nagyon meg tudja emelni, jó? A kis energia vödöcskét szintjét. Ja. Tehát én ennyit szerettem volna, ennyit hoztam nektek mára. Viszont azt szeretném még elmondani, hogy amit találtatok ott a kis széketeken, és ezt köszönöm a lányoknak itt az első sorban, akik kirakosgatták, indítom ezt az életrakéta programomat. Ez egy ilyen hat alkalmas pozitív pszichológia program, és tényleg itt az egyéni és szakmai fejlődésed sorsa forog kockán. Én nagy-nagy szeretettel várnálak téged. A weboldalamon mindent megtaláltok majd ezzel kapcsolatban. Ez az energiaedényektől kezdve minden más csupa jóval van tele ez a program, ami tényleg egy nagyon hatásos pozitív pszichológia program. Úgyhogy én nagy-nagy szeretettel megköszönöm a figyelmeteket, és itt megtaláltok engem. Thank you.